Újraavatták Balázs Mór felújított síremlékét a Kozma utcai izraelita temetőben. Balázs Mór munkássága napjainkig meghatározó Budapest arculatában és városképében. Nevéhez fűződik a millenniumi kisföld alatti és az első pesti villamosvonal megépítése. Emlékét a BKV által adható legmagasabb kitüntetés, a közlekedésben kiemelkedőt alkotókat jutalmazó Balázs Mór díj őrzi. A Főváros Közlekedési Társasága a díj alapításával kíván tisztelegni Balázs Mór munkássága előtt. Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája is Balázs Mór nevét őrzi. Ez a hazai gyakorlatban újszerű mobilitási terv a múlt közlekedésfejlesztési tapasztalataira, a nemzetközi jó gyakorlatokra, valamint a fővárosi közlekedési kulcsproblémák elemzésére támaszkodva meghatározza a budapesti közlekedés szerepét a főváros fejlesztési céljainak elérése érdekében, és rendszerbe foglalja a legfontosabb közlekedési teendőket. Síremléke felújításával a fővárosi önkormányzat Balázs Mórnak a budapesti közlekedés alakításában betöltött szerepe előtt kíván tisztelegni. Egy főváros életében a múlt, a jelen és a jövő egybefonódik. Évtizedek, évszázadok munkássága egységesen ad képet és adja meg a városi lakók életének feltételeit. És úgy gondolom, hogy méltó dolog visszaemlékezni azokra, akik sokat tettek városunk fejlődésért, és Balázs Mórnak fővárosunk fejlesztésért végrehajtott tetteiért örökké hálásak maradunk, és szívből remélem, hogy síremlékének megújításával méltó utódaival várhatunk mindnyájan. A fővárosi közgyűlés 2017. januárjában egyhangulag 26,6 millió forintos támogatást szavazott meg a síremlék felújítására, amelyet a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége, a MAZSIHISZ végzett el.